Bakai Márton hegedű szólója támogatta a képzelet szárnyalását a Tatai Angolkerti Kiskastélyban nyílt legújabb kiállítás megnyitóján. Indák, fonatok, lépcsők, távoli és közeli kultúrák motívumai saját fantáziájának és érzelmeinek világába hívogatja munkáival a látogatókat Molnár Adrián. Az alkotó már gyermekkora óta vonzódik a festészethez, művészete leginkább csak az elmúlt években kezdett igazán kibontakozni. Én mindig szerettem rajzolni egészen kiskorom óta, és eredetileg rajztanár vagyok, úgyhogy így kerültem kapcsolatba a művészetekkel. A textilfestős technikát 10 éve kezdtem alkalmazni, először vászontáskákra festettem nagyon sokáig. Nagyon megtetszett nekem ez a technika, és azóta is a nagyképeimet ugyanúgy textilfestékkel készítem. És ez a harmadik kiállításom most az önálló, és nagyon örülök ennek a gyönyörű helyszínnek, hogy itt lehetek. Molnár Adrián kedvenc témája a portrék és képzeletbeli lények, tárgyak, helyszínek ötvözése a szimbolizmus jegyében, de akvarellel és krétával is egyre eredményes ebben dolgozik. A nyári lakban rendszeresen, általában minden évszakban nyílik egy-egy alkotói tárlat. Sok szeretettel várunk amatőr festőket, és hogy egy kis bemutatkozást tudjunk nekik nyújtani itt a nyári lakban a pályájuk indításához. Véget ért a nyári időszak, de attól függetlenül nem áll meg az élet itt az Eszterházi nyári lakban. Nagyon sok programmal készülünk az ősz és téli szezonban, készülünk irodalmi estel, játszóházzal a gyerekeknek, és az adventre is sok szeretettel várunk mindenkit. Molnár Adrián munkáit október 30-áig láthatják Tatán az érdeklődők. A festőművész jelenleg egy júniusi kiállításra készül, és tervezi, hogy a jövőben új témákat is megjelenít a vásznon.